Dinamikusan növekszik a koronavírussal fertőzöttek száma Heves megyében is. Jelenleg 1645 beteget tartanak nyilván. Ez a szám egy nap alatt 84 fővel emelkedett. A tünetek intenzitása eltérő a betegeknél, vannak olyanok, akik tünetmentesen vészelik át a fertőzést. Erről beszélgetünk a folytatásban. Vendégünk dr. Darvai László, belgyógyász, házi orvos. Jó estét kívánok! Kezét csuka! Mi állhat ennek a hátterében, hogy ilyen drasztikusan emelkedik a betegeknek a száma? Az egyik maga a vírusnak a tulajdonsága, rendkívül magas a fertőzőkészsége ennek a vírusnak. A másik ok pedig az, hogy a járvánnyal kapcsolatos védekezésünk az sajnos nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. A szemlélet is, és az is, amennyire a mai nap, vagy az elmúlt napoknak a drasztikus emelkedése ellenére sajnos még mindig nem veszük komolyan ezt a helyzetet, legalábbis nem annyira, mint amennyire kellene ezért. Ennek akkor az is állhat a hátterében, ugye, ahogy említettem, hogy sokan tünetmentesen vészelik át, és esetleg úgy közlekednek. Pontosan így van. A tünetmentesek, akik már hordozzák a koronavírust, akinek a nyálkahártyájából tesztelés esetén már ki tudjuk mutatni azt, hogy ők COVID pozitívak, azok már fertőznek is. Ha valaki fertőz, akkor értelemszerűen mindenki, akivel szoros testkontaktusa van, akinek ő kontakt személye, azok el fogják kapni a vírust egészen magas valószínűséggel. Az attitűd az az, hogy maszkot hordok, hogy megvédjem magam a vírustól, de nagyon ritkán halljuk azt, hogy maszkot hordok azért, hogy megvédjem a többieket a vírusfertőzéstől, amit én már 4 napja hordozok, de fogalmam sincs róla, hogy fertőző vagyok-e, vagy sem. Tehát akkor nagyon nagy jelentősége van a maszkviselésének is. Nagyon nagy, elengedhetetlen fontosságú maszknak a viselése minden olyan helyen, ahol találkozhatunk, ahol egyszerre nagyobb mennyiségű ember van jelen, ahol kicsi a légtér, és ahol közel vagyunk egymáshoz. És ugye így, mert meg is fogalmaztuk azt, hogy ugye fontos a maszkviselése, illetve az, hogy a tünetmentesek is hordozhatják, de mégis mik azok a rizikófaktorok, akik mondjuk tényleg így hordozói ennek a betegségnek. Meg ugye hallottunk arról, hogy fertőtlenítsük az élelmiszereket, tehát hogy miket jelölhetünk meg így legfőbb rizikófaktorok. Hordozni tehát mindenki hordozhatja. Nincs olyan marker, amivel meg tudnánk mondani jelenleg, hogy kik azok az egyének, akinek a hordozó képessége vagy a fertőző képessége magasabb, mint a másiknak. Éppen úgy nem tudjuk azokat a markereket sem meghatározni, hogy kik azok az emberek, akik ha megkapják, nagyobb valószínűséggel lesz tüdőgyulladásuk, avagy nagyobb valószínűséggel lesz egy tüdőgyulladásból egy életet veszélyeztető légzési elégtelenség. Természetesen tudjuk, hogy melyek azok az alapbetegségek, amiről persze majd szó lesz, hogyha szó lesz ebben a beszélgetésben, akik igazán veszélyeztetettek, de a fertőző képességgel, a hordozással kapcsolatban semmilyen sem életkori, sem pedig betegséggel kapcsolatos különbség nincs. És ez azért nagyon fontos, és szeretném ezerszer aláhúzni, hogy nem attól fertőző valaki, hogy már látom, hogy náthás, hogy könnybe lábadt a szeme, hogy panaszkodik arról, hogy mindene fáj, hanem attól fertőző, hogy ő valakivel találkozott 3-4-5-6 nappal ezelőtt, aki őt megfertőzte. Következményesen a gyermekek, a náthás kisgyermekek, a bölcsödések, óvodások, általános iskolások és így tovább, akiknek a legnagyobb százaléka teljesen tünetmentesen hordozza a vírust, a legnagyobb veszélyforrást jelentik mindannyiunkra nézve. Vigyázni kell rájuk, de azért kell rájuk vigyázni, hogy ő általuk aztán ne fertőződjenek meg azok az emberek, akinek a betegség az életébe kerülhet. Mik a tünetei, a legfőbb tünetei a koronavírusnak, és mikor gyanakodjunk arra, hogyha például náthások vagyunk, hogy ez most nem egy sima megfázás vagy nátha, hanem ez bizony koronavírus? Mindig. Nincs olyan tünet a légúti megbetegedések tünetcsoportján belül, amit most nem sorolok fel, mert a csapból is ez folyik, hála a jó Istennek. Tehát nem szeretném felsorolni az összes tünetet, hanem csak arra szeretnék kitérni,
hogy nem szabad azt a gondolkodást követni, hogy az a beteg, aki lázas. Egy rendkívül elhibázott döntés alapján az iskolákban, a iskolákba való bemenetel előtt testhőmérsékletmérés van. Van egy határ, 37-8-tól kezdve hazamegy, alatta meg bemegy. Aki belázasodik, annak azt megelőzően 3 órával még csak hőemelkedése volt. Akinek hőemelkedése volt 3 óra hosszával ezelőtt, 1 nappal még csak 36-2-es normális testhőmérséklete volt. Vagyis, hogy a betegségnek nincsenek nyilvánvaló klinikai tünetei. Azt szeretném aláhúzni, hogy az, hogyha valaki egyszerűen arra ébred, hogy mintha mindenem fájna, mintha elgyengültem volna, és annak nincs nyilvánvaló oka, hogy egyszerűen bágyatnak, fáradtnak, erőtlennek érzi magát, akkor már gyanakodni kell arra sajnos ebbe az óriási betegszámú járványban, hogy ennek a betegnek akár már koronavírusos tünete van. Nem akkor nem kell bemenni a munkahelyre, iskolába, egészségügyi intézménybe, hogyha én már magas lázas vagyok, köhögök, prüszkölök, fáj a hátam és minden végtagom, hanem akkor, ha úgy érzem, hogy nem vagyok annyira jól, az már önmagában sajnos lehet tünete. Ha ezt fontosnak tudnánk tartani, és be lehetne tartani és tartatni, nyilván tudom ennek az összes gazdasági hatását, ennek ismeretében mondom, és ennek a tudatában, hogy ha ezt be lehetne tartani és tartatni, akkor le lehetne csökkenteni a járványterjedésnek a sebességét. De a legfontosabb, bár még nem tetszett kérdezni, a közoktatási és köznevelési intézményeknek a mi hamarabb történő bezárása. Sajnos ez a helyzet. Mit tehetünk akkor, hogyha ezt érezzük, hogy tényleg fáj mindenünk, rossz a közérzetünk, milyenkor a teendőnk, és mi az eljárás rend ezután? Oké. Hogyha úgy érezzük, hogy megfertőzöttünk, akár végtagfájdalom, háti fájdalom, ízületi fájdalom, köhögés, tüsszögés, mellkasi diszkomfort érzés, gyengesség, fáradtság, náthatorok fájás, hasmenés, hasi diszkomfort érzés jelentkezik. Ez nagyjából elsoroltam a tünetcsoportot, egyet hagytam ki, ami az egyik legjellemzőbb, az íz és szagérzés elvesztése. Tehát ha ezek közül bármelyik, vagy a néhány már jelentkezik, akkor mindenki szépen hívja fel a házi orvosát. És a házi orvos ezek alapján dönteni fog arról, hogy hogyan tovább. Jó esetben úgy fog dönteni, hogy a beteg maradjon otthon, a beteg táppénzre kerül, avagy szabadságot vesz ki, és amennyiben a tünetek megfelelnek, vagy megfelelhetnek egy kezdődő, vagy már kialakulóban lévő koronavírus fertőzésnek, akkor a házi orvos felveszi a kapcsolatot ugye az országos mentőszolgálatnak az ezzel foglalkozó csoportjával. Leadjuk a betegnek az adatait, és elrendeljük a beteg tesztelését. 2-3 napon belül megtörténik az esetek nagy többségében a koronavírus tesztelés, általában a helyszínen, lehetőség szerint tünetes betegnél mindig az otthonában, egy mobil mintavételi egység kimegy, orgaratváladék vizsgálatot készít, ez egy PCR-nak nevezett vizsgálat, és az a mintavételt követően a második, harmadik munkanapon már megjelenik, akár a elektromos téren, tehát az egészségügyi elektromos térben én, mint háziorvos meg tudom nézni a betegnek az adatát, hogy pozitív vagy negatív lett-e, akár pedig a beteg hozzá tud férni ehhez szintén, ehhez az adathoz. Amennyiben negatív, amennyiben pozitív, akkor a háziorvos dönt a továbbiakról. És amennyiben pozitív a teszt, akkor utána a beteg gondolom karanténba kerül. Mikor térhet vissza a munkahelyére vagy a közösségbe ez az illető? Oké. Hogyha a kérdés arra vonatkozott, hogy normál esetben, jó esetben szépen gyógyul a beteg, akkor hogyan térhet haza vagy vissza, akkor az a protokoll, hogy az első pozitív teszt után a háziorvosok jelentős része, nyilván a tünetek megmaradása vagy eltűnése
ismeretében hozott döntés alapján, vagy végeztet egy második tesztet, és megbizonyosodik arról, hogy a beteg hordozza még a koronavírust, avagy nem, vagyis a második tesztje pozitív vagy negatív lesz, és ettől teszi függővé, vagy pedig a tünet szegény esetben, amikor hirtelen rövid időn belül panaszmentessé válik, megszűnik az erőnléti csökkenés, és így tovább, akkor a háziorvos dönthet úgy, hogy 10. nap eltelte után a beteget egészségesnek nyilvánítja. Szeretném hozzátenni, hogy én a második tesztelésnek a szükségességét tartom egyébként sokkal, de sokkal életszerűbbnek és fontosabbnak mindannyiunk érdekében. Nem feltétlenül azért, hogy pontosan tudjuk, hogy melyik naptól lesz negatív a beteg, hanem azért, mert akinek a garatjában még a COVID-19 kimutatható, ott még a vírusoknál betegséget okozza kimutatható, akkor az a beteg potenciálisan még fertőző, és azért én nem engedem vissza ezeket a betegeket jelenleg még a munkahelyükre, különös tekintettel arra, hogyha járványügyi érdekből kiemelt munkahelyen dolgozik, egy bölcsődébe, óvodába, élelmiszerből, egészségügybe, iskolába, stb. És ugye vannak forgalomban vérből végezhető tesztek is, így a kettő között így mi a különbség, vagy mennyiben pontos az? Ami vérből jelenleg vérből történő mintavételre szolgáló eljárás, az mind szerológiai vizsgálat, vagyis nem a vírus mutatja ki, hanem a vírusra adott válaszreakció során a szervezetben létrejött ellenanyagoknak a jelenlétét mutatja ki. Értelemszerűen akkor lesz pozitív, hogyha a szervezetben rendkívül magas titerben van jelen az ellenanyag, vagyis ennek a betegség történetnek egy bizonyos részén, és ez nagyon rövid idő lesz, csak pozitív ez a teszt, ha egyáltalán pozitív lesz. Ezeket a teszteket nem erre találták ki annak idején, nem erre gyártották Kínában annak idején ezeket a teszteket, hanem egészen más volt a célja. Ezeket ugye a tünetes betegek, már kórházban lévő pneumóniás betegeknek az elkülönítésre használták. Ez diagnosztikára nem alkalmas, annak ellenére sem, hogy hónapokon keresztül alkalmaztuk Magyarországon is, míg aztán ki nem derült az, hogy ez alkalmatlan. Ezt nem lehet diagnosztikára használni, nem javaslom, nem szerencsés. A PCR viszont igen, és az is nagyon fontos, amire nem tetszett rá kérdezni, de csak néhány nap óta van jelen, ez az úgynevezett antigén teszt, ami rövid időn belül szintén nyálkahártyából vett mintavétel során egy egészen magas biztonsággal ki tudja mutatni a koronavírus jelenlétét, de ennek csak a pozitív eredménye az, ami diagnosztikus értékű. Nagyon közelít a PCR-ral való pozitivitásnak az arányához ennek a vizsgáló eljárásnak a eredményessége, azonban a negatív teszt, ből semmilyen következtetés nem lehet levonni. Ezt használjuk most már a mentőszolgálatnál mi is a helyszínen, hogyha el akarjuk dönteni, hogy a beteg hová kerüljön. Egy egészen másféle betegségcsoport miatt kimegyünk mondjuk a beteghez, és akkor el kell dönteni, hogy ő egy speciális COVID kórházba kerüljön, vagy pedig normális beteg, nem COVID-os betegek közé, akkor a helyszínen megcsináljuk ezt a vizsgálatot. Van már arra is lehetőség, szerintem rövidesen, hogy ez hozzáférhető legyen, akár lakossági felhasználásra is. Ezt nyilván nem tudom mondani, hogy ez biztos, de olyan híreim vannak, hogy nem sokára ez forgalomba kerül. Mi az, amit tehetünk, hogyan védekezhetünk a vírus ellen, illetve megoldás lehet-e az, hogyha például ugye forgalomba kerül az a vakcina, ami koronavírus ellen majd beadathatják maguknak azok, akik úgy gondolják, vagy olyan helyen dolgoznak. Mit mondhatunk el erről? Azt gondolom, hogy rendkívül kevés idő telt el januártól október 29 vagy 30-áig. Ez annyira kevés idő egy használható, biztonsággal hatékony védőoltás létrehozásához, kialakításához, forgalomba helyezéséhez, hogy én nem gondolom azt, hogy ez lesz a feltétlen megoldás. Azt hiszem, sokkal több idő fog eltelni, amikor már olyan védőoltás kerül forgalomba, amire rá is mondhatjuk azt, hogy igen, tartós védettséget jelenthet. Ennek a vírusnak a mutációs rátája nagyon magas. Ez a vírus változik. Többféle törzs van már most is a világon, amik eltérő antigén struktúrát tartalmaznak. Nyilvánvalóan hatalmas pénz van most abban, hogy a védőoltást kikísérletezzék és piacra dobják. Ennek minden egészségügyi
és profit érdekeltsége mellett. Azt gondolom, hogy megoldás lesz a védőoltás, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a védekezés, ez kisebb, vagy kisebb lesz, mint a hozzáfűzött remények. Azt hiszem, hogy tartós, hosszú ideig tartó védettséget talán nem fog tudni okozni, hiszen úgy fest, hogy maga a kiállott betegséggel szemben létrejövő természetes védettség is jó esetben hónapokig tart. De még ezt sem tudjuk pontosan, hiszen annyira kevés idő telt el. De úgy néz ki, hogy létezik újra fertőződés, még akkor is, ha nagyon kevés, és úgy néz ki, hogy a szervezetünkben mérhető ellenanyagoknak a szintje egy bizonyos, belátható időn belül egészen alacsonyra csökken, ami feltételezi azt, hogy akár az újrafertőződés is megtörténik. Összességében azt gondolom, hogy nem a védőoltás a feltétlen megoldás, nem a védőoltás lesz az, ami megváltja a földet ettől a betegségtől, hanem a lassú, folyamatos, lassú átfertőződés plusz a védőoltás és természetesen a védekezés. Borzasztó belátni azt a 21. században, hogy pontosan ugyanúgy kell védekeznünk egy betegség ellen, mint annak idején a pestis ellen, meg annak idején a spanyol nátha ellen, távolságtartás, kézmosás, maszk használat és így tovább. Ennek ellenére mégis ez van. Szembe kell néznünk azzal, hogyha igazán segíteni akarunk, akkor ez az, amivel, ha megelőzni nem is, de le tudjuk csökkenteni a fertőzés, illetve a járványterjedésnek a sebességét, és ez most a legfontosabb. Ugyanis a jelen helyzetben akár tetszik, akár nem, szabadjára van engedve a járvány. Egy olyan helyzetben, amikor ilyen betegség számok alapján, ami most mérhető Magyarországon, és ez a jéghegy csúcsa, csak karcolgatjuk a valóságot, hiszen rendkívül kevés tesztelés történik. Nem tudjuk valójában, hogy mennyi a betegség. Nagyságrendekkel több a fertőzött, nagyságrendekkel több a fertőző beteg, mint amennyi a statisztikákból látszik. Egy ilyen helyzetben 16 ezer embert beengedni egy Újpest-Fradi meccsre, és ezt mosolyogva félrenézni, úgyhogy ezzel párhuzamosan elrendelem a maszk használatot minden olyan közösségi téren, ez minimum elgondolkodtatásra kell, hogy késztessen mindannyiunkat. Azt gondolom, hogy ha most meg tudnánk azt oldani, hogy valamennyi időn keresztül a gyermekintézmények bezárásra kerüljenek, ha meg tudnánk azt oldani, hogy megteremtenénk az országban annak a lehetőségét, ami egyébként adott, hogy egy bizonyos időn keresztül online oktatás legyen, akkor le lehetne csökkenteni a járványterjedésnek a sebességét. Ha ezt meg tudnánk csinálni, akkor alkalmassá lehetne tenni az egészségügyi ellátórendszert, ami egyébként valóban a határán van annak, hogy még éppen el tudjuk látni azokat a betegeket egy ilyen őrült beteg beáramlás mellett, alkalmassá tudnánk tenni, hogy a következő hetekben, hónapokban történő, várható, biztonsággal várható óriási beteg beáramlást el tudják látni, mert nem egyszerre törne be minden. Azt gondolom, hogy ha ezt meg nem tesszük, akkor ez a járvány a saját maga szabályai szerint egy őrületes problémát fog okozni, mint ahogy okoz már most is, ezt mi látjuk bent a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a háziorvosi rendelőkben. Ahogy most csináljuk, ez így nem megy. Illetve amit tudunk tenni akkor, hogy aki megteheti, az maradjon inkább otthon, illetve ne menjen ilyen nagyobb rendezvényekre, és viseljünk maszkot, és vigyázzunk egymásra, ugye? Ahogy tetszik mondani. Ha ezt fontosnak tartanánk, akkor nagyon jó lenne, és hogyha számolni tudnánk, ha számolni tudnánk azokat az adatokat, amiket látunk nap mint nap a híradókban, ha nem annyit jelentene a 34, 54, meg 64 fős halálozási szám, az nem csak egy szám lenne, hanem elgondolkodnánk azon, hogy tegnap 25 percenként meghalt Magyarországon egy ember koronavírusban. Ez a valóság. Hogyha azt nézzük, hogy Angliában meghalt 240 ember,
Magyarországon már meghalt ugyanazon a napon 48, és azt gondoljuk, hogy hát milyen jó kis ország vagyunk mi, milyen jól csináljuk a járvány megelőzést, hiszen mi csak 48 honfitársunk halt meg. Ez mindig valakinek az anyukája és az apukája. Ezek nem számok. És ha azt is elgondoljuk, hogy mi vagyunk 9,5 millióan, ők meg 67 millióan, akkor már is látjuk, hogy sokkal nagyobb a baj Magyarországon. Mert ha ugyanakkora lenne, mint Franciaországban, Németországban, meg Angliában, akkor naponta 20-30 betegnek kéne meghalnia, nem 54-nek, mint ma. Sokkal nagyobb a baj, és sokkal gyorsabban terjed a járvány Magyarországon, mint Európa jelentős számú országában. Ha ezt el nem fogadjuk, és nem látjuk ezt a helyzetet olyannak, amilyen valójában, higgyük el, hogy kijön a matek. Tessék utána számolni. Ha ennek megfelelően figyeljük a helyzetet, akkor mindenki sokkal, de sokkal jobban vigyázna egymásra. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Most pedig lássuk főhíreinket még egyszer egy-egy mondatban.